A bajnokságban a dobogót, a Magyar Kupában az országos főtáblát célozta meg tavaly nyáron az Ibrányi együttes, amelynél több fiatalt is felvittek a keretbe. Féltárnál ötödik volt a csapat, amely annak ellenére, hogy 9 pontot szerzett tavasszal, a hatodik helyen állt a bajnokság lezárásakor. Kis Tamás tanítványai 11 győzelem mellett egy döntetlent játszottak, és 7-szer szenvedtek vereséget. A célunk a 2019-es 20-as szezonra az volt, hogy próbáljunk minél több helyi fiatalt beépíteni, és a céljaink között szerepelt még ugye a Magyar Kupa főtáblára való kijutás, sajnos ez elég hamar meghiúsult. Ugye az őszi szezonnal elég felemásra sikerült, nagyon-nagyon hullámvölgyes volt a teljesítményünk. Egyik mérkőzésen nagyon jól teljesítettünk, a másik mérkőzésen viszont leginkább ez hazai pályán volt jellemző, nagyon-nagyon rosszul, és a téli felkészülésünkön is ez volt az egyik legfontosabb célunk, hogy ezt a hullámvölgyet próbáljuk kiegyenesíteni. A tavaszt úgy éreztem, hogy jól sikerült, hiszen a 4 mérkőzésből 3-at sikerült megnyerni, és egyetlen egy vereségünk volt a Kisvárda ellen, ahol azt mondtam, ahol az vereség ellenére megdicsértem a csapatot, hiszen a Kisvárdában 8 NB1-es kerettag volt a visszajátszó. A másik 3 mérkőzésen viszont abszolút nagyon jól teljesített a csapat, és mind a 3 mérkőzés magabiztosan nyertük. Ugye sajnos csonka tavasz lett, ahol azt mondom, hogy az MLS és ugye amit a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgó szövetség is szerintem nagyon-nagyon jó döntést hozott, hogy a bajnokságot lefújták. Az Ibrányi játékosok a bajnokság lezárását követően nem álltak le azonnal az edzésekkel. Csapat szinten edzéstervet adtam ki, 3 hét után viszont már abszolút lehetett látni, hogy vége lesz a bajnokságnak, ott mondtam, hogy már nem kötelezem a játékosokat a munkára, viszont már most 3. hete, hogy heti egy alkalommal összejárunk, hiszen a játékosok részéről is megvolt rá az igény, ugye a feltételeik adottak, Ibrányban össze tudunk járni, úgyhogy heti egy alkalommal összeállunk, itt csak egy játékról van szó, maga a társaság miatt is beszélgetés, és próbáljuk ugye a jövőképet látni előre. Az első és legfontosabb célunk az lenne, hogy a csapat magját, vagy leginkább mindenkit próbáljunk ott tartani Ibrányban, valószínű, hogy távozunk lesz. Az én személyem az talán majdnem 100%-ra mondhatom, hogy maradok Ibrányban, és ugyanúgy próbáljuk helyi fiatalokat még többet beépíteni, de mondom, a legeslegfontosabb célom az, hogy a magot megtartani, és akkor, hogyha van rá lehetőségünk, akkor hiányposztokra igazolni. A felkészülés a tervek szerint június végén kezdődik majd a Librányban, de a pontos menetrendet csak a megyei első osztályú bajnokság kezdési időpontjának ismeretében állítják majd össze a vezetők.